Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB július 9-i adásában. Rövid híreink között felhívjuk a figyelmet a Komplex Kulturális Projektek támogatása a 2023-as programévre című pályázatra, amely az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém programon belül biztosít pályázati lehetőséget a város intézményeinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek és magánszemélyeknek. Németh Gábor igazgatót kérdezzük a Ciszterci Műemlékkönyvtár felújítási munkálatairól, és tudósítunk a Katolikus Caritas fennállásának 90. évfordulója alkalmából szervezett zarándoklatról, amely Zircen haladt keresztül. Részletesen ismertetjük a hétvégén zajló Reguli Fesztivál programját, majd magazinműsorunkban interjút láthatnak Otto Péter polgármesterrel, aki testületi döntésekről és a jelenlegi zajló városi projektektől ad tájékoztatást. Adásunkat egészségügyi rovattal zárjuk. Ezen a héten az idiopátiás csalánkiütésről lesz szó. Jó szórakozást kívánunk! Zircvárosi önkormányzat csatlakozása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém programhoz lehetőséget biztosít a város intézményeinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek és magánszemélyeinek, hogy 2021-23 közötti projektekre pályázzanak az EKF keretein belül. Közös célunk, hogy gazdagodjon városunk kulturális élete, ennek elérése érdekében felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy megjelent a Komplex Kulturális Projektek támogatása a 2023-as programévre pályázati kiírás. Jelen pályázati felhívással a támogató kizárólag azon komplex, többlépcsős előkészítési folyamatot igénylő kulturális művészeti projektek megvalósulását kívánja támogatni, amelyek szerves részei tudnak lenni a WEB 2023 EKF program 2023-as évre meghirdetett hivatalos programjának. Azok a programok kaphatnak támogatást, amelyek kimondottan a nagy nyilvánosságnak szólnak, jellemzően több művészeti, kulturális területet érintenek, valamint több egymásra épülő fázisból állnak, és vagy legjelentősebb eredményeik, eseményeik a 2023-as EKF programévben lesznek elérhetők. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen felhívás kétfordulós. A felhívás első fordulójában a projektötleteket kell bemutatni. A projektötletek benyújtására július 16 péntek éjfélig van lehetőség. A pályázatok megjelenése folyamatos, a teljes pályázati rendszert bemutató háttéranyagról bővebb információ a www.veszprémbalaton2023.hu oldalon található. Ezúton is biztatunk mindenkit, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, amelyek által tovább erősíthetjük településünk és a régiónk értékeit. Január elején indultak meg a felújítási munkálatok, és hát a tartás az két szakasz van még vissza. Ez első az július 17-én nyitunk, tehát meg tudunk nyitni a látogatóforgalom előtt, de a hátsó részeken tovább folyik majd a munka, és ez augusztus 19-én szeretnénk átadni Pernát napon, apátsággal közös program keretében. A mi emlékkönyvtárban a látogatói terek fognak megújulni, ez érinti a folyosónkat jobban, ami emlékkönyvtár folyosóját, a barokk termünket, illetve a vendégszobáinkat, ami kutatószobaként működnek, illetve hát azok már az első ütem keretébe át lettek adva igazából. A látogatókat mindenképpen előnyösen fogja érinteni, egyrészt tényleg, ami már régóta szükséges volt, fűtés megújítás megtörténik, illetve a falkutatás eredményeként a falak egy új szint kapnak, de teljesen fel lesznek javítva, illetve hogy a látogatóknak a élményét is fokozzuk,
különböző digitális eszközök fognak bekerülni a könyvtárba, infópultok, illetve lesz egy fotópontunk is, ahol érdekes hátterekkel fotózkodhatnak majd a minket felkeresők. Illetve hát a másik nagy változás az a baroktermünket érinti, hogy ez a legrégebbi útorzattal rendelkező terem, ami egy teljes felújításon esik át, a barokbútorok restaurálásra kerülnek, illetve egy olyan méltó környezet kerül kialakításra, ahol akár kisebb konferenciákat tudunk rendezni, de biztosítjuk a teret azoknak is, akik mondjuk polgári esküvőt egy elbűvölő környezetbe szeretnék megtartani, és hát akár innen, hogyha templomi esküvőre akarnak, akkor könnyebben lejutnak a templomba ide mellettünk. Milyen forrásból valósul meg ez a felújítás? Ez a forrás teljes egészével az Országos Széchenyi Könyvtárnak a forrásai, tehát semmi pályázat, ez belső forrásokból oldottuk meg. A felújítás mellett jelenleg hogyan működik az intézmény? Sajnos sehogy. A Covid utáni bezárás, az bezárás vagy nyitás nálunk nem történt meg, zárva maradtunk, és jelenleg a kutatókat se tudunk fogadni. Hát, hogyha körbenéznek itt majd a nézők, a kamerán keresztül láthatják, hogy a kutatói tereink könyvek töltik ki, tehát most egy kutatót se tudnánk leültetni, de ez mindez változik augusztus 19-től, akkor onnantól már nyitva lesz a könyvtár, és ugyanúgy fog funkcionálni, mint ahogy eddig. Milyen programtervei vannak az idei évre nézve még a műemlékkönyvtárnak? Mivel a folyosónkon egy teljes új kiállítástechnikát szerelünk fel, ami akár művészeti kiállításokra, akár például az induló plakát kiállításunkra alkalmas lesz, szeretnénk egy olyan tervet felállítani, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kincseiből bemutatót tartsunk. Itt gondolhatnak a nézők plakátkiállításokra, fényképkiállításokra, de tényleg akár exhibis kiállításokra, ugye, ami eléggé kötődik a könyvtárhoz is. Ez lehetővé teszi ez az új kiállítási technika, és így augusztus 19-én rögtön egy érdekes dologgal kezdünk, egy plakátkiállítással, ami a két világháború közti idegenforgalmi plakátokat fog bemutatni, zírciek számára is kimondottan érdekességekkel, mert lesz Bakonyi plakát benne, ezt elárulhatom így előre, és elképesztő szépek ezek a plakátok, úgyhogy mindenkinek merem ajánlani, hogy a megújult emlékkönyvtárat felkeresse. Székesfehérvárról Homokbödögére zarándokoltak a Katolikus Karitász megalakulásának 90. és újjá alakulásának 30. évfordulóján. A jubileumi esemény Zircet is érintette. Szeretettel köszöntjük Zirc városában a Katolikus Karitász zarándoklatát, Pesenc és Oltott, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatóját, a zarándoklat vezetőjét kérdezzük először is arról, hogy milyen volt az útjuk. Most ugye Bakonynánáról indultak, de már igazából 3 napja úton vannak. A Katolikus Karitászért egy 90 kilométeres zarándokutat vállaltunk néhány önkéntessel és munkatársal. Ez a 3. nap, hogy útra keltünk azóta. Székesfehérvárról volt az indulás, a Prohászka templomtól, és hát most tartunk itt Zircen, a végállomásunk, a célunk az Homokbödöge lesz, ahol is Mihálovics Zsigmond, a Karitásznak az első magyarországi igazgatója született, és hát ezt a 90 kilométert járjuk most be. Ma reggel Bakonynánáról volt az indulás, most tartunk itt Zircen. Az itteni Karitász csoport nagy szeretettel várt minket, és majd készülünk délután tovább az ebéd után, és akkor a mai célunk az Bakony Bél lesz. Ugye azért 90 kilométert, mert 90 éve alapították a Katolikus Karitászt, és van egy másik évforduló, az újjá alapítás, ugye 30 éve történt, tehát egy kettős évfordulóról beszélhetünk, de mi is tulajdonképpen ennek a zarándoklatnak a célja? A zarándoklatnak a célja ezekért a számokért, vagy ezekért az elmúlt évekért is hálát adni. Ez egy nagyon fontos célunk, ugye a 90 éves megalapítás és a 30 éves újjáalapítás, az a kettős jubilóm.
És célja mindenképpen az, hogy az önkénteseink, a munkatársaink, a támogatóink, akik a Caritáshoz kapcsolódnak, mindenkinek a lelkét, a dolgait, az örömeit, az imáit, hogy hordozzuk és vigyük, és zarándoklatba tegyük majd le a szűzanya lábaihoz. Ugye az alapcsapatot a katolikus Caritas önkéntesei alkotják tudtommal, de ugye lehetett csatlakozni ez a zarándoklathoz, jelentkezni. Hányan jelentkeztek, és ide Zircre hányan érkeztek? Az alapcsapatot úgy gondoltuk, álmodtuk meg, hogy nagyon teljesen az egész országban minden egyházmegye próbálja magát képviseltetni. Ugye 16 egyházmegye van Magyarországnak, és hát nagyon szépen össze is jöttünk, 14-en indultunk el útnak. Jelen pillanatban is 14-en vagyunk, egy munkatárs sajnos gyakorlati okokból ki kellett, hogy most ezt a mai napot is hagyja, illetve egy valaki csatlakozott hozzánk, ez a 14 fős alapcsapat így megvan. És azt szeretném még elmondani, hogy nagy örömünk az, hogy Caritas munkatársak, Caritas egyházmegyei igazgatók csatlakoztak mellettük, olyan önkéntesek, akik az adott egyházmegyéből úgy gondolták, hogy be tudják vállalni ezt a azért fizikailag is elég nehéz utat. Egy ilyen szakasz hogyan zajlik, úgy beszélgetnek egymással, ugye Zircre énekszóval érkeztek? Igen, hát nem csak itt Zircen énekeltünk, hanem útközben is éneklünk. Útközben is nagyon sokat imádkozunk, mondjuk a rózsafűzért, vannak reggeli, a déli imát el szoktuk mondani közösen, tehát van neki egy nagyon erős zarándok tartalom, ez egy igazi zarándoklat, tehát egy olyan lelki töltöttel, olyan lelki tartalommal, ami túl lép azon, hogy ez egy kirándulás, ez egy túra. Ugye itt Zircen sor kerül egy szentmisére, tudtommal, vagy ugye ez tegnap lett volna, most itt a bazilikában vagyunk. Igen, most a bazilikába be tudtunk jönni, itt fogunk most imádkozni, szentmisénk most nem lesz, majd a holnapi szentmisét fogjuk tudni közösen ünnepelni. Majd este még Bakony Bélen tudunk talán a liturgikus eseményen részt venni. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk, kívánjuk azt, hogy elérje a célját ez a zarándoklat, és további jó utat kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer a Zirci Caritas csoportnak, az összes önkéntesnek, és hát minden önkéntesnek, aki Magyarországon itt a Caritast a szívén viseli, 800 önkéntes csoport, 10 000 önkéntese van a magyarországi Caritasnak, úgyhogy innen is szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és a szolgálatát. A zarándokokat a Zirci Caritas fogadta, közösen imádkoztak a bazilikában, majd ebéd után indultak tovább a Bakonybéli monostorba. Ruhagyűjtés szervez a Zirc járás Szociális Szolgáltatók Központ július 15-e és augusztus 15-e között tiszta, újrahordható női, férfi és gyermek ruhadarabokat, lábbelit, táskát, ágyneműt, függönyt és törölközőt várnak. Az adományokat a segítőkezek háza előtti dobozokba helyezhetik majd el. Kérjük, aki teheti, támogassa a kezdeményezést jó minőségű ruhákkal. Színes programokat kínál a Reguli Fesztivál ezen a hétvégén. Péntek délután a Magyar Népmese Színház égigérő Cseresznyefa című meséje várta a gyerekeket, majd dr. Lackovit Emőke néprajzkutató nyitotta meg a Geofol kiállítást, amely a világ népviseleteit vonultatja fel a Rákóczi téren látható installáción. Az estét néptánc bemutató és közös táncház zárta, a talpalávalót a Gerence Néptánc Együttes húzta. Szombat délután kézműves foglalkozások, így szalmafonás, közös nemezelés, hennázás várja az érdeklődőket az intézmény műhelyeiben, míg a Rákóczi téren felállított hanti sátorban a Magyarországon tanuló Vitali Szigiletov hanti diákkal beszélgethetünk. Álom az őshazáról, annak a beszélgetésnek a mottója, melyen Szécsi Noémi író és Sudár Balázs történész osztja meg gondolatait az őshazakeresésről. Az estét az élet vendége a Csoma legendárium című film vetítése zárja. A fesztivál harmadik napját közös koszorúzás, körtúra a Reguli túra útvonal szakaszain és a Holddal a nap zenekar koncertje, valamint Batyús Bál és Sütögetés zárja a Barátságparkban.
Mindhárom nap találkozhatunk Lackó Péter vándorfotográfussal, aki előzetes regisztráció után várja fotó alanyait a Rákóczi téren. Valamennyi program ingyenes, és minden érdeklődőt szeretettel vár a Reguli Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Kedves nézőink, magazinműsorunkban Otto Péter polgármestert kérdezzük a legutóbbi testületi döntésekről és a folyamatban lévő projektekről, pályázati lehetőségekről. Az idei évben, június 17-én volt először lehetőség rendkívüli képviselőtestület ülés személyes megtartására. Polgármester úrtól kérünk tájékoztatást a meghozott döntésekről. Első körben döntés született Zircváros díszpolgára és Pro Urbe emlékérem kitüntetések adományozásáról. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, valóban így van. Augusztus 20-ai városi ünnepségen kerül majd átadásra két új díszpolgárunknak és két Pro Urbe kitüntetetnek az elismerés. Az Zircvárosi Önkormányzat képviselőtestületének második félévi munkatervét is elfogadta a képviselőtestület, remélve, hogy személyes jelenléti ülésekkel zajlik majd a továbbiakban a munka. Bízunk benne, hogy itt a Covid hullámok már elcsituló félben vannak, és nem következik be hasonló időszak, mint ami most már több alkalommal megéltünk. Gyakorlatilag tavaly a nyári időszak hasonlóképpen felszabadultabb légkörben, és Covid-mentesen zajlott, és akkor ősszel újraindult ez a sajnálatos történet. Bízunk benne, hogy ez ebben az évben nem így lesz, és tényleg a képviselőtestület most a júniusi ezévi első ülését követően, munkatervnek megfelelően szeptembertől munkaterv szerinti üléseket is tud tartani. Polgármester úr, mikor megy szabadságra? Döntés született a szabadságának az ütemezéséről is. Szabadság ütemterv jóváhagyás a polgármester esetében a képviselőtestületnek a hatásköre, tekintettel arra, hogy amit említettem ebben az évben, most első alkalommal volt erre lehetőség, így a korábbi szokásoktól és a jogszabályi előírásoktól eltérően nem februárban került sor ennek a döntésnek a meghozatalára, hanem most a elmúlt ülésen. Hellebrand Ferenc alpolgármester úr tiszteletdíját módosították, és a kiváló munkájáért, többletmunkájáért jutalmazásban is részesül. Igen, az előterjesztés ötlete az én gondolatom volt, tekintettel arra, hogy közelről látom a polgármester úrnak itt a új képviselőtestület megválasztása óta eltelt időszakban végzett érdemi munkáját, amely meggyőződésem, hogy messze túlmutat azon, mint amit egyébként a jogszabály a polgármesteri feladatkörként meghatároz. A polgármester úr a korábbi és egyértelműen meglévő igen magas szakmai tudására alapozottan segíti napi szinten a projektjeinknek az előkészítését és a megvalósítását. Ezen munkának a mondjuk az, hogy jelképes elismerését szolgálta ez az előterjesztés. A alpolgármester úrnak a tiszteletdíja a jelenlegi 230 ezer forintos bruttó havi szintről nem egészen 40 ezer forinttal került megemelésre, jogszabályi környezet által biztosított lehetőségek figyelembevételével, illetőleg két havi tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesült. Tiszteletdíjról történő lemondás következtében is hoztak egy döntést, egy támogató döntést a képviselők. Igen, dicséretes az, hogy továbbra is vannak olyan képviselő, illetve bizottsági tag társaink, akik a tiszteletdíjukat nem saját célra fordítják, hanem élnek azzal a lehetőséggel, amely helyi közösségi kezdeményezések, civil szervezetek támogatására történő felajánlást jelenti. Detke Anita a Bringás Vándor tábor általános iskolai keretek között történő megrendezésére ajánlotta fel a bizottsági tiszteletdíját. Elvi hozzájárulás született egy városfejlesztési osztály felállításáról itt a Városházán belül. Milyen célt szolgálna, milyen munkát végezne ez az új osztály?
a városfejlesztési osztály, hogy benne van a tervezett nevében is, gyakorlatilag a város területén önkormányzati beruházás keretében megvalósuló fejlesztéseknek az előkészítésében, koordinálásában, lebonyolításában venne részt. Jelen pillanatban ezen feladatokat is a városüzemeltetési osztály látja el. Nem tartom és nem tartjuk szerencsésnek az, hogy gyakorlatilag egy akkora feladatcsomagban így gyakorlatilag az osztálynak a hátán, amelynek a folyamatos és egyenletes és magas színvonalon történő képviselete humán erőforrás rendelkezésre állás okán is, illetőleg egyéb szervezési, irányítási kérdések okán is meglehetősen nehézkes feladat. El lehet mondani az, hogy korábbi időszakban nem volt annyira sok egymásra párhuzamosan zajló beruházás, mint amit most már itt az utóbbi években vinnie kell a vállán, hogyha úgy tetszik a osztálynak és a városnak. Így a feladatoknak a pontosabb lehatárolása és a terheknek a megosztása céljából gondoltuk azt, hogy célszerű lenne egy tiszta profilú városfejlesztési osztályt létrehozni. 27 civil szervezet pályázott az idei évben az önkormányzati civil támogatási alap 4 milliós keretére. A beérkezett pályázatokról is meghozták a döntést a képviselők. Egy picit pontosítanék, 27 civil szervezet részesült támogatásba, 28 civil szervezet nyújtott be pályázatot, egy civil szervezet sajnos határidőn túl, tehát az ő pályázatukat ilyen szempontból nem tudtuk figyelembe venni az értékelés során. Az önkormányzat 4 millió forintos keretösszeg terhére írt, aki gyakorlatilag a pályázatát, legfeljebb 300 000 forintra pályázhattak a civil szervezetek. Összességében elmondható az, hogy nagyon tartalmas és a város életét, környezetének fejlesztését magas színvonalon képviselő pályázatok érkeztek be. A legkisebb támogatási összeg az 40 000 forint volt, a legmagasabb pedig 280 000 forint. Összességében én úgy gondolom, hogy a így hasznosuló 4 millió forint az ennek a többszörösét fogja a gyakorlatban jelenteni a városban. A civil szervezetek által hozzátett saját források, illetve ráfordítások, munka és egyéb ráfordítások okán. Nagyon fontosnak tartom azokat a pályázatokat, amelyek a épített környezetünknek a kulturáltabbá tételét, fejlesztését szolgálja. Több olyan civil szervezet is volt, amelyek egy közös célt fogalmaztak meg, ez a Cigánydombi játszótérnek a fejlesztését jelenteni. Pár évvel ezelőtt már volt egy közösségi kezdeményezés, amely mellé odállt az önkormányzat, akkor elindítottunk egy olyan felhívást, amely gyakorlatilag a civil és a lakossági vállalkozói összefogásra alapozottan ezt a célt már kitűzte maga elé. Mondhatom azt talán, hogy sajnos az akkori nagy lelkesedés az nem picit alább hagyott, tehát nem érkeztek olyan ütembe erre a célra elkülönített számra a befizetések és a támogatások, mint ahogyan azt egyébként elsősorban úgy gondolom, hogy civilek várták, de ez a forrás, ez jelen pillanatban is rendelkezésre áll, ezt is ennek a célnak tudjuk majd alárendelni, és ezúton is felhívom minden érdeklődőnek, érintettnek a figyelmét arra, hogy továbbra is lehetőség van gyakorlatilag egyéni befizetésekkel is ezt a nemes célt támogatni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat összefogásában tényleg ez a beruházás meg is fog valósulni. Jó munkát kívánunk a civil szervezeteknek, akik a város életét gazdagítják, ahogy polgármester úr is mondtad. A Bakonyi Betyárnapok rendezvény támogatásáról született döntés. Így van, a Bakonyi Betyárnapok rendezvényét remélhetőleg ebben az évben meg tudjuk valósítani, legalábbis a szervező intézmény erre készül. Úgy gondolom, hogy magas színvonalú programokat állítottak össze. Ezeknek a megvalósítására több irányba is pályázatokat nyújtottak be. Hogyha pályázatok támogatást nyernének, akkor gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ennek a
képviselőtestület által tárgyalt előterjesztésnek túl sok relevanciája már utólagosan nem lesz. Jelen pillanatban azonban még több olyan pályázat van, amelynek az eredményét nem ismerjük, annak érdekében, hogy a intézmény a program megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállalásokat meg tudja tenni. Ennek érdekében a képviselőtestület vállalt legfeljebb 2,5 millió forintos anyagi hozzájárulást az intézmény költségvetésében egyébként erre a célra rendelkezésre álló forrás mellett, hogy ezt a programot magas színvonalon meg lehessen valósítani. Bízunk benne, hogy erre a 2,5 millió forintra sem lesz ugyanakkor szükség, mert időközben remélhetőleg majd a pályázatokkal kapcsolatban is döntés születik. Eddig egyébként a Hungarikum pályázat keretében 3 millió forintot, NK pályázaton pedig 1,5 millió forintot nyert már erre a célra az intézmény. Gordosért városrész földgázellátás kiépítésének lehetőségéről szólt a következő napirend. Igen, ez is egy meglehetősen régen kezdődött történet. A város nagy részében, 90-es évek közepén került kiépítésre a gázhálózat. Akkor olyan irányokban nem történtek meg a fejlesztések, ahol a előzetes felmérésekből érkező visszajelzések okán nagyon alacsony lett volna a rákötési százalék. Valószínűleg tartom, hogy annak idején Kardoskét városrész azért nem került bele ebbe a projektbe. A 2019 vége fele ugyanakkor Kardoskét részen elindult egy aláírásgyűjtés. Az ott lakóknak jelentős százaléka, túlnyomó többsége fordult önkormányzatunk irányába egy olyan kezdeményezésen a gázhálózatnak a kiépítését jelenteni. Akkor elkezdtük ezzel kapcsolatos előkészítő munkákat, felvettük a kapcsolatot a E.ON Közép-Dunántúli gázhálózati ZRT képviselőivel, hogy tudakozódjunk irányukba, hogy hogyan és milyen feltételekkel kerülhet erre a sor. Tőlük kaptunk egy előzetes költségbecslést, ami nettó áron számítva több mint 50 millió forintban határozza meg a beruházásnak a bekerülési költségét, amit gyakorlatilag ők nem tudnak felvállalni, az önkormányzatnak vagy az érintett lakóknak kellene a fedezetét előteremteni. Időközben újabb és újabb levélváltások voltak, aminek az volt a célja, hogy próbáljunk találni egy ennél kedvezőbb konstrukciót. Sajnos nem jutottunk előrébb. Az előterjesztés elkészítése ennek mentén tudott elkészülni. Gyakorlatilag arról szólna a történet, hogy a városrészben kb. 80 gázhálózatba beköthető ingatlan van. Ez azt jelenteni, hogy ingatlanonként kb. 800 ezer forintot meghaladó összegű lenne az egy ingatlanra jutó bekerülési költség. Ennek legfeljebb az 50%-át tudná felvállalni a önkormányzat, a másik felét gyakorlatilag a ingatlan tulajdonosoknak kellene biztosítani. Ez ideális esetben, hogyha tényleg mindenki azt mondja, hogy igen, szeretnék csatlakozni ehhez a történethez, legyen gáza az ingatlanon, mert úgy szeretném megoldani a fűtést, használati melegvíz előállítást, vagy a gáztűzhelyemnek a üzemeltetését. Ebben az esetben is több mint 400 ezer forintos költséget jelentene ingatlanonként. Annyit zárójelbe azért hadd tegyek hozzá, hogy 90-es években teljesített lakossági befizetéseknek, hogyha a mai reálértékét nézzük, akkor körülbelül ugyanerről a nagyságról beszélnénk. A képviselőtestület ülésén Vircseba képviselőtársunk egy olyan apró módosítási javaslatot fogalmazott meg, amely azt célozta, hogy pontosabb számokat tudjunk oda tenni a lakók irányába, tekintettel arra, hogy a E.ON-nak ez az ajánlat, ez még 2020-as szinten készült, így meg fogjuk keresni ismételten a gázhálózati társaságot, hogy mai árakon, illetve a beruházás elvi megvalósítási időpontjára számítva milyen költségeket lehet látni.
és ezen pontosabb számok birtokába fogjuk megkeresni a kardoskéti ingatlan tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak, hogy ezek a feltételekkel tudják-e vállalni a rendszerhez történő csatlakozást. Amennyiben a csatlakozóknak a száma az 50%-ot meghaladja, úgy gondolom, hogy akkor lehet realitása ennek a történetnek, illetve a gázhálózat kiépítésének. Annyit hadd tegyek még hozzá, hogyha az ember tényleg lakóként, ingatlan tulajdonosként gondolkodik, akkor úgy gondolom, hogy persze majd a számok ismeretében fontos lehet az is, hogy esetlegesen más a mai technikai színvonalon elérhető alternatív megoldásokat is mindenki végig gondoljon. Tekintettel arra, hogy 90-es években még nem nagyon lehetett beszélni napelemes, meg elektromos, meg hőszivattyús, meg mindenféle rendszerekről, akkor ugye a gáz volt, hogyha úgy tetszik, akkor mindenki számára elérhető, könnyen használható, viszonylag megfizethető áru energiahordozó és energiaforrás, amivel ugye kialakítottuk a rendszereinket. A mai világban ugyanakkor már más alternatív megoldások is vannak, amelyek lehet, hogy költséghatékonyabban, olcsóbban megvalósíthatóak. Ugye itt arról is beszélni kell, meg azt is látni kell, hogy az, hogy a ingatlanokkal bevezetésre kerül a gázcsónk, ez önmagában még nem lesz elég ahhoz, hogy ott fűteni is lehessen vele. A ingatlanokon belül is komoly ráfordítási igénye lesz annak, hogy kialakítani a fűtési rendszert, illetve ingatlanon belül a gáznak a rendszerét. Zirc Győri utca 14 földszín 4-es lakás felújításáról született döntés egy önkormányzati terv részeként. Igen, egy jó ideje, egy korábbi döntésünknek megfelelően egyébként értékesítésre kínáltuk ezt az ingatlant, ha jól emlékszem, akkor 6,5 millió forintos áron. Voltak érdeklődők, akik aztán megtekintették az ingatlant, és akkor utána már annyira nem voltak érdeklődőek az ingatlan irányába. Tehát a felújításnak, amit most napirend keretében megtárgyaltunk, az a célja, hogy jobb műszaki állapotba hozzuk ezt az ingatlant, amely ezáltal akár forgalomképesebb lehet, akár a felújítást követően tud a képviselőtestület arról is dönteni, hogy nem értékesítési célt tartja szem előtt, hanem adott esetben meghirdetjük és bérbe adjuk, illetőleg lehet olyan hasznosítási lehetőség is, amely gyakorlatilag önkormányzatnak más ingatlanban lakóknak az átköltöztetésének a célját szolgálhatja, tekintettel arra, hogy van olyan ingatlanunk, amelyre benyújtott pályázattal rendelkezünk, hogy egy más célú hasznosítást tudjunk majd megvalósítani. Ennek a pályázatnak a eredményétől is függhet az, hogy aztán ezzel a lakással későbbiek során adott esetben lesz. A képviselők a 2020 évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót is megnézték és elfogadták. Így van. Az Alkotmány utca keleti oldalán lévő társasház előtt elhelyezett néhai dr. Jáger Ida emlékére állított pad lebontásának és új helyre történő áthelyezésének engedélyezése ügyében is döntött a képviselőtestület. Igen, pár évvel ezelőtt közösségi kezdeményezésre indult el néhai dr. Jáger Ida emlékére ennek a padnak a előkészítése, megalkotása és elhelyezése itt a Alkotmány utcai területen. Ugyanakkor a utóbbi időszakban voltak olyan nem szerencsés, illetve sajnálatos események, amelyek a akkori padállítókat arra ösztönözték, hogy találjanak ennek a padnak egy újabb helyet. Az egyik ilyen sajnálatos, vagy mondjuk azt, hogy nem szerencsés dolog volt, hogy a környéken lakók igényeit szem előtt tartva a padnak közvetlen közelébe egy egyébként a város más területein is használatos típusú pad került elhelyezésre, amely ugye stílusába ütközött az emlékpaddal.
ezt a helyzetet úgy gondolom, hogy lehetett volna kezelni úgy, ahogy egyébként próbáltuk is előkészíteni, hogy ezt a újabb padot stílusába hasonló padra cseréljük le, és így gyakorlatilag az összhang az megteremthető a környezettel, illetve az emlékpaddal. Erre azonban sajnos nem kerülhetett sor, mert időközben olyan rongálások történtek a éppen felújított emlékpadon, amit a padállítói érthető okok miatt nehezen tudnak tolerálni, és egyértelmű és határozott álláspontjuk az volt, hogy szeretnék a padot egy védettebb helyre elvinni. Ez az új helyszín, ez egyébként a kórháznak a parkja lesz. Képviselőtestület támogatta a javaslatot. Úgy gondolom, hogy méltó, és lehet, hogy méltóbb helyére tud kerülni így dr. Jáger Ildának emléket adó pad. A futballklub Zirc beszámolóját is tárgyalta a képviselőtestület. Milyen döntések születtek ezzel kapcsolatban? A beszámolót elfogadta a képviselőtestület, illetőleg a beszámoló részeként a FC Zirc azon kérésének is eleget tett, amely a működtetési szerződésük tekintetében a jelenlegi havi 120 ezer forintos önkormányzati finanszírozásnak a összegét 160 ezer forintra emeli. Ugye itt az egyesületnek a beszámolója, annak a pénzügyi kimutatása egyértelművé tette, hogy erre szükség van annak érdekében, hogy legalább olyan színvonalon tudják működtetni a létesítményt, ahogy eddig is megtették. A határozatban volt egy olyan kiegészítés is, ami egyébként azt a célt szolgálta, hogy az ISFC-nek arra is felhívja a figyelmét, hogy a futópálya is gyakorlatilag a létesítményhez tartozik. Ugye nagyon sokan használják ezt a pályát, időnként azt lehet mondani, hogy nem feltétlen a futás alkalmas körülmények közepette, úgyhogy kértük arra is az egyesületet, hogy erre is jobban figyeljenek oda, hogy folyamatos jobb állapotban tartását is tartsák szem előtt. Az Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2020 évi tevékenységéről is tájékoztató hangzott el, és döntés született az alapítvánnyal kapcsolatban. Igen, az alapítvány az azt lehet mondani, hogy évek óta egyfajta vegetáló állapotába leledzik. Igazán érdemi tevékenységet nem tud végezni. Most, hogyha arra utalunk csak, hogy az elmúlt évben a bevételeik és a kiadásaik az 10.000 forint alatt, illetve egy pici 10.000 forint fölött volt, ami gyakorlatilag a működtetéssel kapcsolatos költségeket jelentette, akkor úgy gondolom, hogy ezek a számok is ezt jelzik. A alapítványnak a beszámolóját a képviselőtestület elfogadta, ugyanakkor hoztunk még ez mellett két döntést. Az egyik az arról szól, hogy ez évi működtetési költségeikhez legfeljebb 50 ezer forintos támogatást biztosítunk. Ugye olyan alapítványról van szó, amit az önkormányzat hozott létre, tehát hogyha úgy tetszik, akkor felelősséggel tartozunk iránta. Ugyanakkor hoztunk egy olyan elvi döntést is, amely az alapítványnak a megszüntetéséről szól, ha a folyamatban lévő ügyeik azt lehetővé teszik. Itt folyamatban lévő ügyek között arra utalok, hogy nyújtottak be nem helyi szinten, hanem máshova pályázatot, amelynek az eredményétől is függhet az, hogy tényleg aztán megszüntetésre kerül, vagy esetlegesen egy újabb pályára lépve érdemi tevékenységet kezd el folytatni. A fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen top projekttel kapcsolatban a buszöből és a gyalogos átkelőhelyek kivitelezése al témában született döntés ezen az ülésen. Igen, a közbeszerzés az két részfeladatra került kiírásra, hogy a címében is szerepel egyrészt a Deák Ferenc utca felső kanyarnál egy buszöbölnek a kiépítésére, illetve a város területén 82-es főút mentén több gyalogátkelőhelynek a kialakítására. Sajnos a gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozó pályázati rész az érvénytelen és eredménytelennek nyilvánult, tekintettel arra, hogy egy érdemi ajánlat érkezett be rá, ez pedig a KBT vonatkozó előírásai alapján nem elegendő az, hogy eredményesé lehessen nyilvánítani.
a buszabél kiépítése esetében az ISZ építő Kft. Nyerte el a munkát. Ők remélhetőleg a közeljövőben neki is fognak állni a kivitelezésnek. Nagyságrendelően 7,5 millió forint plusz áfás gyakorlatilag a beruházásnak az értéke. Az általános iskola top pályázatával kapcsolatban is született egy újabb döntés. Igen, az elmúlt év végével befejeződött ez az energetikai projektünk. Én úgy gondolom, hogy az előzményeket figyelembe véve eredményesen, még akkor is, hogyha jelen előterjesztés kapcsán a projekt zárásához kapcsolódóan olyan pénzügyi döntéseket kellett meghoznunk, amely gyakorlatilag azon jár együtt, hogy a teljes elnyert támogatás összegét valamivel több mint 3 millió forint nagyságrendben nem tudtuk felhasználni, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban meghatározott belső fajlagos költségkorlátok esetében, a napelemes rendszer tekintetében azt túlléptük. A közbeszerzés keretében került kiválasztásra itt is a kivitelező. Gyakorlatilag az egyes költség elemek tekintetében, amikor arról van szó, hogy el kell számolni a pályázattal, akkor vizsgálni kell az, hogy egy-egy elemekre milyen ajánlatot adott be, és itt a magas tetős résznél napelemek elhelyezéséhez szükséges speciális állványzatnak a többlet költség egy a fajlagos költségkorlátban sajnos nem fér bele. Összességében ugyanakkor el lehet mondani azt, hogy a bruttó 135 millió forintos beruházáshoz nem egészen 5%-os saját erőt volt szükséges vállalnia így az önkormányzatnak, ami úgy gondolom, hogy még a mostani pályázati időszakban, amikor elvileg 100%-os támogatási intenzitásúak a projektek egy eredményes megvalósításnak tekinthető. Június 24-én volt a következő rendkívüli ülése a képviselőtestületnek, ahol is döntés született a vizuális és környezetkultúra fejlesztéséért alapítvány és Zircvárosi Önkormányzat együttműködéséről a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa pályázat kapcsán. Igen, a válaszom az valamivel rövidebb lesz, mint a cím, ahogy a címben is szerepel, az alapítvány nyújtott be pályázatot hiánypótlás keretében kérték tőlük, hogy a önkormányzatnak a projekt megvalósítása támogató nyilatkozata is rendelkezésre álljon, tekintettel arra, hogy a általuk megvalósítani kívánt kiállítások, illetve közszegi alkotások, ahogy a nevében is szerepel, város közszegletein is megjelennének. Képviselőtestületünk jóvá hagyta gyakorlatilag a támogatói nyilatkozatot. Azóta egyébként a pályázatuknak már eredménye is van, úgy tudom, hogy nem a igényelt összeget, hanem csökkentett támogatási összeget ugyanakkor elnyertek, úgyhogy bízunk benne, hogy a projektjük az tényleg itt az év vége fele őszi időszakban meg is tud valósulni. Folyamatosan épül, szépül és lassan elkészül a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház épülete, amire vagyonvédelmi rendszer telepítéséről született most döntés. Mit tudunk elmondani a múzeummal kapcsolatos beruházás helyzetéről? Igen, úgy gondolom, sokan vannak, akik már nagyon várják, hogy mikor nyílik meg az új kiállítás, és mikor lesz látogatható az intézménynek egy jelentős területe, ahol igen komoly fejlesztések valósultak meg. Ezek most már olyan szinten a célegyenesben vannak, hogy tényleg apró technikai megoldások a múzeumnak a berendezése, kölcsönzött kiállítási tárgyaknak a elhelyezése van hátra, aminek egy fontos részét jelenti egyébként a vagyonvédelmi rendszernek a kialakítása, amit az előterjesztés keretében a IDS ajánlata alapján tudunk megrendelni durván 1 millió 300 ezer forintos értékben. Ez szükséges ahhoz, hogy egyébként a jelentős értéket képviselő kiállítási tárgyak azok a bemutatás helyére kerülhessenek. Vannak ilyen előírások, amelyek kötelezővé teszik ilyen rendszereknek a működtetését. Az előterjesztés gyakorlatilag ezt a célt szolgált, hogy meg tudjunk felelni ennek a feltételnek is.
A kiállítás megnyitása reményeink szerint bízom benne, hogy nem fogom elkiabálni most már, hiszen egy korábbi időpont került bele egyébként talán a köztudatba. Reményeink szerint augusztus utolsó hetében most már ténylegesen sor fog kerülni rá. Közbeszerzési szakértő kiválasztásáról szólt a döntés az ipari parkkal kapcsolatos TOP pályázati projekt kapcsán. Igen, ipari terület fejlesztése projektünk eljutott abba a szakaszába, hogy a kivitelező kiválasztásához érkeztünk, amelyhez ugye szükséges a közbeszerzés szakmai lebonyolítójának a kiválasztása. Asbottot Hiszina 650 ezer forintos ajánlatát fogadta el a munka elvégzésére a képviselőtestület. Ami eddig történt, ugye, mert amíg kint a területen nem lehet látni semmit, addig a város lakói számára kérdés az, hogy halad egyáltalán ez a projekt előre. Igen, halad. Gyakorlatilag elérkeztünk a tervezési és a engedélyeztetési folyamatoknak a végére. Ugye a területen 82-es úttal mondhatjuk, az párhuzamosan a Robix bekötő útra merülegesen kialakításra kerül egy feltáróút, teljesen a 4,5 hektáros területnek a hossztengelye mentén, amelynek közvetlen környezetébe kerülnek kialakításra a területet ellátó közművek. Ezeknek a tervezése és az engedélyeztetése történt meg. Itt elsősorban út, illetőleg vízjogi létesítési engedélyekre gondolok. Ezek szükségesek ahhoz, hogy itt a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást el tudjuk indítani. Én bízom benne, hogy itt a őszi időszakra lesz kivitelezőnk, aki neki tud állni ennek a munkának, és a következő év hasonló időszakára reményeink szerint az a beruházás is meg tud valósulni. Ez azért is fontos lenne egyébként, mert amit már biztosan tudunk, ez az Észak-Balatoni térség szilárd hulladék kezelési társulásnak a projektje. Zircen egy-két másik helyszín mellett egy hulladékudvar fog létesülni, amely az első telket fogja, hogyha úgy tetszik, igénybe venni ennek a beruházásnak a megvalósításához itt a kialakított ipari területen. Úgy tudom, ennek a beruházásnak is egyébként következő év május vége, tehát az év hasonló időszaka a befejezési határideje. Úgy hallottam ugyanakkor, hogy a kivitelező már most az ősz folyamán neki fog állni a hulladékudvarnak a kialakításának, és remélhetőleg ezzel hosszú távon megoldásra kerül ez a probléma, ami ugye folyamatosan foglalkoztatja a település lakosságát, hogy az ölt hulladékot, hogy a lombhulladékot, hogy az ilyen meg olyan hulladékot hol lehet elhelyezni folyamatosan, nem egy-egy gyűjtési akcióhoz kapcsolódóan. Vagy illegálisan lerakva. Hát vagy illegálisan lerakva, szélén. vagy igen, tehát hadd ne részletezzem itt a emberi találékonyságnak ezt a módját, aminek ugye akár napi szinten is számtanúi vagyunk, akik folyamatosan újabb és újabb feladatokat generálnak adott esetben a városüzemeltetési osztály munkatársainak, illetve a városüzemeltetési társaságunknak, mert általában ezeket a főleg ugye közterületen elhelyezett illegális hulladék lerakásokat az önkormányzatnak kell megoldania és eltakarítania. Az Ircz aprészennyvízelvezetés és kezelés kiépítése tárgyú projekttel kapcsolatban a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatait is értékelte a képviselőtestület. Így van, itt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során úgynevezett közbenső döntést hozott meg a képviselőtestület, ami arról szól, hogy a beérkezett négy ajánlatot értékelte, kiválasztottuk a összességében a két legkedvezőbb ajánlatadót, és itt az eljárás további folyamatában őket kérjük fel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során még benyújtandó szükséges dokumentumokat határidőre teljesítsék, és azok birtokában lehet majd végleges az eljárást lezáró döntést meghozni, és hogyha úgy tetszik, akkor a kivitele
kötelező kiválasztás végére pontot tenni. Én bízom abban, hogy ez itt a következő hetekben legkésőbb meg tud valósulni, és az a projekt is itt a nyár vége, az ősz kezdetével el tud indulni a kivitelezés és a megvalósítás útján. A rendkívüli ülések kapcsán nagyon sok olyan beruházásról, folyamatban lévő pályázati projektről beszélt polgármester úr. Nézzük át a többi olyan beruházást, fejlesztést, amivel napi szinten találkoznak az ircsiek és a város szépítését szolgálják. Folyamatosan zajlik az Zirc zöldvárosa Magasbakonyban pályázati projekt az apátság előtti területrész felújításával és egy termelői piac kialakításával a Reguli Múzeum mögötti, melletti területen. Hol tartanak ezek a projektek, mikor lesznek készen? Mind a két projekt részt várhatóan itt a nyár folyamán befejeződik, és hogyha úgy tetszik, akkor a városlakók használatba vehetik majd a megújult apátság előtti teret, ami most még meglehetősen kaotikus állapotokat mutat. Ugye a építési munkák nagy részével végzett már a kivitelező, most kezdődik a zöld felületeknek és a parkosítási feladatoknak a teljesítése. Úgy gondolom, hogy a munkák befejezését követően tényleg a városközponthoz méltó területtel gyarapodik a város. Bízom benne majd, hogy a városlakók is így gondolják. Ugye amikor még csak arról szól a történet, hogy fákat vágunk ki, feltúrunk, bontunk és rombolunk, addig nem feltétlen ez a benyomás alakul ki az emberekbe, de ahogy aztán elkezd valami formálódni, úgy gondolom, hogy egyre inkább talán ez válik dominánssá és meghatározóvá. Legalábbis ez a reményünk, hogy mások is ezt így fogják látni. A termelői piacnak a folyamatos alakulását is egyébként, aki a Penny mögötti hátsó parkolórész szokta használni, az látja, illetve a környéken lakók is megtapasztalhatják, hogy gyakorlatilag az épület az szerkezetkész, előtte lévő fedett fa felépítményes terület rész is elkészült. Hátra van gyakorlatilag még finom befejező munkák, illetőleg a térburkolatoknak az elkészítése a területen, és reményeink szerint őszi időszak kezdetével egy heti legalább egy alkalommal megrendezésre kerülő helyi piac is beüzemelésre kerülhet majd. A lakosok és a környék termelőinek a együttműködésével. Ez hogyan kell elképzelnünk a piacnak a működését, ki fogja üzemeltetni, milyen formában, tehát mik erre a tervek? Ezzel kapcsolatban döntések állnak még előttünk, várhatóan a közeljövőbe kerül majd a képviselőtestület elé egy olyan előterjesztés, amely gyakorlatilag az üzemeltető személyének pályázati úton történő kiválasztását szolgálja. Itt úgy gondolom, hogy konkrétan is kiforrott álláspont még nincs. Vannak elképzeléseink, akár saját gazdasági társaságunk általi üzemeltetésre, illetőleg érkeztek az önkormányzathoz olyan külső megkeresések, amelyek ebben történő partneri részvételt ajánlottak fel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt az előttünk lévő hónapokban tudjuk majd ezt pontosítani, meg konkretizálni. Az apátság előtti területrész tényleg szépül, most már láthatóan a földmunkákkal, tehát a parkosítással foglalkoznak, ott jöttem el, megálltam, néztem is. Egy csúnya folt van azon a területen, évtizedek óta egy magántulajdonba került korábbi nyilvános vécének a beton elhanyagolt és ápolatlan része. Azzal történik-e valami, van-e erre valami terv, vagy megoldás? Igen, képviselőtestületünk ezzel kapcsolatban is már korábban hozott döntés, gyakorlatilag a ingatlan tulajdonosának vételi ajánlatot tettünk, arra várjuk jelen pillanatban a visszajelzést. A
Folyamatban van a komplex turisztikai fejlesztés Zircen, illetve egyes elemei el is készültek már belőle. Reguli Múzeum fejlesztéséről, új kiállításainak létesítéséről beszéltünk. Ennek a projektnek a része egy szabadtéri színpad létesítése az Alkotmány utcai rendezvénytéren, hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésével együtt. Ez a elem hol tart a pályázatból? Itt is nagyon komoly tervezési folyamat eredményeként eljutottunk odáig, hogy már korábban közbeszerzést írtunk ki egy épített színpadnak a megvalósítására. Olyan ajánlati árakat kaptunk ugyanakkor, amelyek semmiképp sem hozhatóak összhangba a rendelkezésre álló forrással. Ennek mentén próbáltuk újra gombolni a kabátot, és az épített színpad helyett egy mobil színpadban gondolkodunk. Gyakorlatilag itt a színpad hang- és fénytechnikának a közbeszerzési eljárásának az előkészítésének a folyamatában vagyunk. Én bízom benne, hogy ez az eljárás is itt a közeljövőben elindítható, és a beszerzés ez megvalósulhat. És akkor például a jövő évi Bakonyi Betyárnapok akár. Ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy majd a jövő évi Bakonyi Betyárnapok. Én ilyen szempontból már óvatos duhaj vagyok, hogy bármit is nyilatkozzon az ember. A cél természetesen az, hogy minél előbb rendelkezésre álljon a technika, hogy nem csak a Betyárnapok rendezvénye, hanem más helyi, illetve térségi rendezvények kapcsán is használható legyen, hiszen azért van, hogy ezt akkor használjuk, és cél szerint tudjuk folyamatosan működtetni. A városközponti parkoló az elkészült, láthatóan jól működik. Ezzel kapcsolatban az önkormányzati odafigyelés, vagy az eredménynek az értékelése mit mutat? Én azt szoktam mondani, hogy minden csoda 3 napig tart általában. Hogyha valami megvalósul, akkor lehet, hogy egy pár napig tényleg odafigyelünk rá, aztán utána valószínű, hogy a életünk megszokott részévé válik az, hogy egy felújított úton tudunk közlekedni, egy normálisan kialakított parkolóban tudunk parkolni, és utána az ember már nem is gondol arra, hogy nem is olyan régen, akár pár héttel korábban milyen útfelületeken vagy milyen körülmények között kellett elhelyezni az autót. Ugye főleg itt a reggeli csúcsidőszakokkal gondolok, amikor mindenki próbálta, vagy hát sokan járművel megközelíteni a iskolát és a gyermekét elszállítani az intézménybe. A tumultusok korábban is jellemzőek voltak, most úgy gondolom az új parkoló megvalósításával ez azért egy normálisabb mederbe került. Ügyesen egymáshoz alkalmazkodva kialakították egyébként a közlekedők a közlekedésnek a rendjét is, nem mindig és nem feltétlen a KESZ előírásai szerint, de úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és tényleg minél kevesebb konfliktussal tudjuk ezeket a feladatainkat megoldani. Egy szép eleme ennek a komplex turisztikai fejlesztés Zircen projektnek a lovaskerékpáros túraútvonal kialakítása, Zirc Lókút Eplény Olaszfalu érintésével. Ez a tervez vagy a projekt rész, ez hol tart? Igen, itt ugye meglévő utaknak a egymáshoz kötése kapcsán a projektnek elsődleges célja ennek a lovas kerékpáros túraútvonalnak a kijelölése, tehát nem feltétlen új építésben kell gondolkodni. Itt a cél az az, hogy lehetőség szerint jókorban tartott utakon kitáblázott rendben eltaláljanak a turisták, és tudjanak egy jó túrát tenni akár lóháton, akár kerékpáron itt a térségünkben. Ez a lovas kerékpáros túraútvonal, illetve ennek hangsúlyozottabban a kerékpáros szakasza, az jól csatlakozik a Verga ZRT által kiépített Gyulafi Rátótól Eplényig, illetve most Eplény és Olaszfalu között folytatott szakaszához. Itt a Zirc és Olaszfalu közötti túraútvonalunknak a szakasza teszi majd lehetővé azt, hogy ha Rátóton is meg tud épülni a Hadi útnál a átkötés,
vagy Ziesztől, lehet, hogy nem aszfaltos úton, de normális kerékpározható felületen el lehet jutni majd le a Balatonra, biztonságos körülmények között. A projekt ezen várhatóan forgalommal jobban terhelt Ziesz-Olaszfalu közötti szakasza ennek a burkolatának a megerősítése és kerékpározhatóbbá tétele érdekében van folyamatban egy önkormányzati beruházás, ez is most már a vége fele jár. Aki járt arra fele mostanában, az egy nagyon szép morvás utat talál a korábbi köves, kavicsos, göröngyös útnak a helyen. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020 évi projekt keretében az önkormányzat támogatást nyert több kukoricaföldi utcának az aszfaltozására, és ezzel kapcsolatban felhívást is tettek közzé az ott élők számára. Miről szól ez a projekt, és zajlik már, mikorra készülnek el a dolgok? Ennek a projektnek is úgy gondolom, hogy a munka jelentősebb és nagygépes része az már a múlt hét vége fele be is fejeződött. Gyakorlatilag az aszfalt terítéséből állt. A kukoricaföldi területek sok évre, hogyha visszatekintünk, akkor rendszeresen visszatérő problémája volt, nem egy lakossági fórumnak, civil megkeresésnek volt a témája, hogy nálunk mikor lesz pormentes, jól közlekedhető út. Ugye az önkormányzat saját forrásainak felhasználásával is folyamatosan arra törekedett, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja, úgyhogy volt martaszfaltos terítés, aztán ez helyenként felületi zárást kapott, és itt az utóbbi évek pályázati támogatásainak jó voltából ütemezetten tudtunk eljutni odáig, hogy most elmondható az, hogy a már kiépült és kiépített részen minden lakó aszfaltburkolattal rendelkező úton tud eljutni a városközponti területrészre. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés ott a területnek a fejlesztése érdekében. A örömteli hír egyébként, hogy a 2021-ben benyújtott BMS pályázatunk is támogatást nyert. Itt is a korábbi évhez hasonlóan a igényelt 20 millió forintos támogatást kapjuk meg. Ennek a célja pedig a Kossuth-Lajos utca keleti oldalán lévő járdaszakasznak a kiépítése, felújítása. A malomárok fölött lévő hídnak a helyreállítása, hogy gyakorlatilag itt a Bedekó irányába napi szinten közlekedők is normális felületeken tudjanak jönni-menni. Ennek a megvalósítását is egyébként szeretnénk meg ebben az évben teljesíteni, úgyhogy bízom benne, hogy erre tényleg lehetőségünk és módunk is lesz. Néhány évvel ezelőtti hír volt és örömhír, hogy uszoda épül a sportpálya, művelődési ház, Pepe Cukrászda körülötti vagy közötti területen. Láthatóan megindultak a munkálatok, erről mit tudunk mondani? Ez nem önkormányzati pályázat, nem önkormányzati beruházás. Mit tudunk erről tájékoztatásképpen elmondani? Igen, ugye az a több évvel ezelőtti történet, amiről beszélünk, az valóban úgy indult, hogy a Zieci helyszín is szerencsésen bele tudott kerülni a országosan meghirdetett tanúszoda építési program helyszínei közé. Azóta elég hosszú idő eltelt, ugye többen vannak, akik szkeptikus hangot ütöttek meg, hogy hát ebből úgyse lesz ez semmi. Most úgy gondolom, hogy amikor már a helyszíni munkavégzésre kerül sor, amit ugye megelőzött a tervezésnek a hosszadalmas folyamata, több tervmódosítás is egyébként szükségessé vált, amely egyébként a korábban megépített tanúszodáknak a üzemeltetési tapasztalataiból, jogszabályváltozásokból adódott. Sajnos több eredménytelen közbeszerzési eljárás is mögöttünk van, de a lényeg az, hogy most már tényleg eljutottunk oda, hogy van kivitelező, birtokba vette a munkaterület átadás, megtörtént, és megkezdte a kivitelezési munkát.
A kivitelezés határideje az körülbelül úgy fejeződik be, hogy a következő év, tehát 2022. szeptemberére remélhetőleg birtokba is lehet majd venni az új tanúszodát. A beruházásnak a nagyságrendje az megközelíti az 1 milliárd forintot. A beruházás az állami beruházásként valósul meg, ugye önkormányzatnak a területet kellett hozzá biztosítani, a területnek a tulajdonjog átadása is megtörtént már itt a kivitelezés megkezdését megelőzően. Remélhetőleg itt augusztus hónapban, majd amikor már a munkák olyan előre haladott állapotban lesznek, egy ünnepélyes alapkő letétel keretében, hogyha úgy tetszik, akkor még több információval tudjuk felvértezni a település, illetve a térség lakóit, akik érdeklődést mutatnak az új létesítmény iránt. És hogyha már az Alkotmány utcánál járunk, valami készül a szakképzőiskola tornacsarnoka mögött. Igen, egy picit jó eső, és szokták mondani, hogy régi időket visszaidéző érzése az embernek, amikor tapasztal olyan civil kezdeményezéseket, amelyek önmaguktól indulnak el, keresik az önkormányzatot, természetesen a kapcsolódási lehetőséget és az önkormányzatával együttműködés lehetőséget. Annak idején úgy zárójelbe hadd jegyezzem meg, akliban a horgásztó is így épült meg. Nagyrészt önkormányzati területen az Érci Sporthorgász Egyesület beruházásában. Most a elmúlt évben érkezett hozzánk egy több száz aláírással rendelkező megkeresés, amelynek az volt a célja, hogy bringás, biciklis sportlétesítmény megvalósításába próbáljunk partnerek lenni. A civilekkel történő egyeztetés során az önkormányzat, amit fel tudott vállalni, hogy a területet biztosítja a létesítmény megvalósításához, illetőleg vállaltuk a tervezéssel kapcsolatos költségeket. Ez 4000 forintos nagyságrendet tesz ki. Időközben szerencsére újra kiírásra került az a pályázat, amelyen a kezdeményezés mögé állt Acél Vakont Kerékpáros Sport Egyesület odaállt és eredményesen tudott pályázni, úgyhogy így támogatásból, önkormányzat hozzájárulásával, illetve a helyi civil szervezetek vállalkozásoknak a együttműködésével, magánszemélyek támogatásából tud megvalósulni ez a úgynevezett pumpapálya, amely úgy gondolom, hogy hiánypótló létesítmény lesz a városban, és főleg a fiatalabb kerékpáros sportolók számára jelenthet egy olyan új és jó sportolási lehetőséget, amire egyébként az országban jelen pillanatban túl sok helyszínen nincs lehetőség. Legközelebb ilyen pumpapálya úgy tudom, hogy Almádiban van, illetve Győr környékén van még egy, úgyhogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy még előre is járunk egy picit itt a tágabb környezetünkhez képest is. Várhatóan mikorra lesz készen ez a biztonságos sportolást? Hát ahogy a munkának az intenzitását nézem és látom, úgy gondolom, hogy heteken belül akár birtokba is lehet majd venni a létesítményt. Láthatóan épül, szépül, gazdagodik Zirc városa. Remélhetően a végeredményeknek azért a többség örülni fog. Én azt gondolom, hogy további kitartó munkát kívánunk az önkormányzatnak, a városháza munkatársainak és mindenkinek, akinek bármilyen tevőleges köze van ezekhez a fejlesztésekhez. Mi pedig haszonélvezői leszünk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, még itt gyorsan a papíromra tekintettem. Hát annyi minden zajlik egymással párhuzamosan, tehát városnak bármely területén vagyunk, mindenhol építkezést és munkát és valamit látunk. Egy fontos dologgal úgy gondolom, hogy még nem beszéltünk, ami szintén érdekelti a város lakókat. Ugye az elmúlt évben szereztünk arról tudomást, hogy gyakorlatilag a 82-es főút elkerülő szakaszának a megépítésére is majd sor kerül. Gyakorlatilag ennek a tervezési folyamata is elindult.
ez is, mint minden tervezési folyamat, rendkívül összetett és komplex megoldásokat igényel. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT koordinálja ezeket a munkákat. Az év elején megtörtént a tervezőnek a kiválasztása, és a érdemi munkát is megkezdték itt május hónap során. A feladatuk most első körben az, hogy egy tanulmánytervet készítsenek el, emellett környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteniük, illetőleg környezetvédelmi engedélyt kell megszerezni a létesítménynek, az elkerülő útnak. Jelen pillanatban 8 alternatív pálya nyomvonal papírra vetése történt meg. Ezeknek a szakhatóságok bevonásával történő véleményezése figyelembevételével szűkül majd 2 nyomvonalra ez a történet, amiből majd aztán valamikor egy lesz. Tehát a tervezésnek a folyamata az, hogyha úgy tetszik, akkor egy ilyen sok alternatívás irányból közelít majd a tényleges nyomvonal felé. Önkormányzat részéről ezeken a tervezési egyeztetésekkel mindig azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a településnek a fejlődését a 82-esnek az elkerülő szakasza a lehetőség szerint ne gátolja, hanem segítse. Ennek következtében, amennyire lehet, ennek a nyomvonalát próbáljuk kitolni az ilyen közigazgatási határainak a szélére. Ami egyértelműnek tűnik, hogy a sok évtizedes elképzelésekhez hasonlóan a város keleti oldalán fog elmenni a 82-esnek a elkerülője. Itt a 80 a déli oldalról olaszfalui csomópont magasságában hagyja el a 82-esnek a jelenlegi nyomvonalát, és Kardoskét után fog majd valahol visszatérni rá. Itt a más irányba bejövő utak mentén természetesen megfelelő útkapcsolat kialakításával úgy gondolom, hogy egyrészt a közlekedők számára is egy komoly előrelépést jelenthet majd, hiszen nem kell a városon áthaladniuk, hanem azt megkerülve valószínűleg gyorsabban úti céljukhoz tudnak jutni, másrészt pedig a város nagy része számára is úgy gondolom, hogy egy fontos dolgot jelenthet az, hogy nem dübörög naponta 6-8 ezer jármű, hogyha úgy tetszik, átmenő forgalom jelleggel keresztül a településünkön. Rontva annak levegőjét, illetőleg a településen belüli közlekedési kapcsolatoknak a elérhetőségét. Gondoljunk itt arra, hogy ugye 82-es utat itt a napi közlekedésünk során mi is kénytelenek vagyunk nagy részt igénybe venni, hiszen a legtöbb út ehhez csatlakozik, illetőleg erről nyílik le. Úgyhogy úgy gondolom, hogy városon belül közlekedés helyzetén is sokat fog ez javítani. Ennek a tervezési szakasznak a befejezése a következő év derekára várható. Utána indulhat majd el a engedélyes és a kiviteli terv dokumentációnak a készítése. Egyelőre csak reményeket lehet kifejezni a tekintetben, hogy bízunk benne, hogy jelen uniós programozási időszakban a tényleges kivitelezés is meg tud majd kezdődni. Folytatjuk az egészségügyi sorozat vetítését. Ezen a héten az idiopátiás csalánkiütésről lesz szó. A párperces kisfilmeket a Budapesti Ormos Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre. A doktor. Idiopátiás csalánkiütés. Köszöntöm Önöket! A bőrfelszínt elöntő vörös viszkető foltok, más néven a csalánkiütés, nagyon sok ember életét megkeseríti. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mitől alakul ki a csalánkiütés? Ez egy egyszeri dolog, vagy van, akinek az életét ez rendszeresen befolyásolja? Hát alapvetően első körben azért alakul ki, mert beleesik valaki a csalánbozótba, de tehát ez biztos, ezt kerüljük el mindenféleképpen.
Azért alakul ki, mert a bőrben aktiválódik egy olyan immunológiai folyamat, ami végül is az ott lévő ereknek a kitágulását, az érfal átjárhatóságát eredményezi, folyadékra átjárhatóbbá válik ilyenkor az érfal, illetve egy halom olyan anyagnak a felszabadulását eredményez, meg fájdalmat vagy viszketést fognak okozni, és hát valóban, hogyha valaki csalánkiütéses, akkor pont ezt látja magán, hogy elönti a bőrpirt, tehát kitágultak a kiserei. Ez a bőrterület általában duzzadtabb is, mint a környezet, illetve hát vagy viszket, vagy fáj, tehát felszabadultak azok az anyagok, amik az idegi végkészülékeken keresztül majd ezt az érzetet fogják közvetíteni a központi idegrendszernek. Mi okozza ezt? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az esetek egy részében meg tudjuk mondani, az esetek egy részében meg nem tudjuk megmondani. Ez ilyen allergiás kiütés szerint? Lehet az is, nyilván. Tehát lehet, hogy valamire reagálunk, valamilyen anyagra kívülről. Igen, na most itt az a probléma egyébként, hogy az esetek egy részében szintén az van, hogy meg tudjuk mondani, hogy mire reagálunk, mert van egy allergia vizsgálatunk, vagy egy kontaktbőrtesztünk, vagy valami, amire úgy reagál az illető, hogy csalánkiütése lesz. Ez a jobbik helyzet, mert itt igazándiból meg tudjuk mondani, hogy mi az, amit majd kerülni kell, és ezeket az anyagokat azért alapvetően kevés kivételtől eltekintve el lehet kerülni. A nagyobbik probléma az az, és ez általában mondjuk például napallergiaként vonult be a köztudatba, amikor valakinek pusztán napsütés hatására lesz csalánkiütése, itt általában az történik, hogy ő megevett, gyógyszerrel bevitt, vagy belélegzett valamit, ami felszívódott az ő keringésébe, a keringése elkerül a bőrbe, ott az UV-sugárzás hatására átalakul, és úgy lesz allergén. Na ezzel már kevesebbet fogunk tudni kezdeni, mert a konvencionális allergiatesztek igazán nem fognak igazolni semmit sem, és nem tudjuk megmondani, hogy mi okozta ezt az egész problémát. És vannak olyanok, akiknek ez a jelenség, ez több hónapig, esetleg évekig fennmarad, esetleg derültékből a mennykőként visszatér. Egyszer csak így megjelenik az egész testen? Egyszer csak megjelenti, elönti gyakorlatilag a bőrpír bizonyos területeken. Ezek a területek, ezek viszketni is fognak. Most tekintve, hogy ez folyamatosan lóg az embernek a feje fölött, mint Damoklész kardja, az illető eléggé rosszul fogja magát érezni már a lehetőségtől, hogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban visszatérhetnek a, hát egy idő után rendkívül gyűlölt panaszai, meg is lehet érteni, mert ezek tényleg elég borzalmas panaszok tudnak lenni. Lehet, hogy az allergiatesztet nem is mutatja ki, és akkor ott áll az ember tanástalanul, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Most itt azért előbb-utóbb megjön a csoda diagnózis, hogy góca van valahol, és akkor ezt nézzük végig, ezt végig lehet nézni. Szedjük ki a mandulát, nézzük meg a húgyutakat, és a többi, ennek is van egy normál szekvenciája, az végig szokott menni, az esetek egy részében találunk valamit, az esetek másik részében nem. Lehet daganatot kutatni még ilyenkor, mert általában az is szokott a háttérben esetenként szerepelni, de hát nem feltétlenül fogunk azt se találni, és akkor ott vagyunk, hogy megszületik a diagnózis, hogy ez egy idiopátiás csalánkiütés. Ez tulajdonképpen hát minket minősít, mert ez konkrétan a kimondása annak, hogy van, de nem tudjuk, hogy mitől. Idiopátiás? Idiopátiás, igen. Ez mit jelent pontosan? Szó szerint ez, hogy van, de nem tudjuk, hogy mitől ki van. Ki tudja, mi ez? Ki tudja, az a ki tudja diagnózis, hogy van, de nem tudjuk, hogy mi van. De most ilyenkor az okot nem is nagyon fogjuk tudni kezelni, akkor általában a tüneteket kell valahogy elintézni. És hát van egy olyan kezelés, ami erre a helyzetre rendkívül jól alkalmazható, ez pedig az ózonnal dúsított saját vér kezelés, ami egyébként bizonyos helyzetekben alkalmazható, bizonyos helyzetekben nem, ezzel kapcsolatban van egyféle csodavárás, hogy majd mindent megold, nem, vannak dedikált problémák, amikben alkalmazható, és csak azokban alkalmazható pozitívan. És a csalánkiütés az egy ilyen probléma. A csalánkiütés, az idiopátiás csalánkiütés az ilyen. Tehát amikor nem tudjuk, hogy mi a probléma, csak a baj van, akkor meg lehet próbálni ezt a kezelést. Nyilván, hogyha tudjuk, hogy mi van, akkor pedig továbbra is az a követendő, hogy azt próbáljuk meg mondjuk kiírtani a szervezeten belülről, és akkor az valószínűleg megoldja ezeket a problémákat. Ugye az oxigénnel dúsított sajátvérkezelés lényege. Ózonnal dúsított sajátvérkezelés lényege, hogy kiveszik a vért egy picit, azt összekeverik ózonnal, és aztán ezt visszajuttatják. Mit csinál az ózon? Miért ekkora csodaszer az ózon? A fehérvéseknek a működését modellálja. Tehát az, hogy egy gyulladásos folyamat zajlik-e a szervezetben, vagy nem, az sejtes, és a sejtek által termelt egyéb elemeknek az összjátéka tulajdonképpen. Minden gyulladás az fenntartó ágens hiányában előbb-utóbb, ha normális helyzet van, akkor kioldja saját magát, és van, ha amikor... Ha nincsen oka a gyulladásnak, akkor elmúlik. Akkor előbb-utóbb elmúlik, hogyha az van, hogy ez a folyamat, ez az önszabályzó folyamat valahol félrecsúszik, vagy van mégiscsak egy olyan fenntartó ágens, amit nem lehet körülírni és nem lehet kiírtani, akkor ez a folyamat, ez perzisztál, ez folyamatosan fennmarad, és akkor a betegnek ez folyamatosan problémát fog okozni. Ezt a tulajdonképpen céltalanul sehova sem haladó és
semmiféle pozitív hozadékkal nem rendelkező gyulladást lehet leszelídíteni ezzel a kezeléssel. Ugye? Lehet olyan, hogy valakinek csak egy random gyulladás kering a szervezetében? Létezik, hogy valakinek úgymond mindenféle megmagyarázható ok nélkül gyulladás van a szervezetében, ezt egyébként betegek szokták is panaszolni, illetve hogyha megnézünk egy laborsort, akkor találkozni fogunk olyannal, hogy valakinek a gyulladásos paraméterei, CRP és ürjedése, fehérvérés egyszáma, azoknak az adottságai, azok hát látszólag mindenféle ok nélkül magasabb szinten tanyáznak, mint az ildomos lenne. És hogyha ennek ugye nincs meg az oka, akkor egy olyan kezelést kell, ami magát a gyulladást támadja, és akkor erre lehet alkalmas ezen által javasolt. Például igen, most erre azért nem minden esetben lehet legyinteni, mert hogyha az a CRP, ez mondjuk egy cukorbetegnél magasabb, akkor tudjuk, hogy a jobb eséllyel fog egyébként infarktus kapni, mint hogyha ez normális lenne. Tehát mindenképp oda kell rá figyelni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra a jövő hét pénteken.